Újra megtelt a Szekszárdi Művészetek Háza. Ez alkalommal Hegedűs Endre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész koncertjét élvezhették a résztvevők. A zenész most Chopin darabjait hívta életre, tiszta volt, mint egy Könycsepp című előadása során. Egy könycseppnek mindig van érzelmi tartalma. És én azt mondanám, hogy Chopin mindig őszinte volt. Minden hangja, amit leírt, az ő lelkének a valamilyen módon való lenyomata, vagy tovább élése, továbbadása. Ha belegondolunk, hogy régóta már elköltözött erről a világról, és leírt művei mégis a kotta fejekben úgy maradtak meg, hogy az emberek százmillióinak okoz hatalmas örömet, hogyha egy művész megfejti ezt a kódrendszert, ami a kotta, és hozzáadja a saját szíve érzéseit, melegét, és oda ajándékozza a közönségének. Hát ez az én életem, és ma este is abban reménykedem, hogy valóban sikerül ajándékot adni a közönségnek. Elvinni őket egy csodálatosan szép világba, ahol igazság van, és szépség van, és tisztaság van. Ebben az értelemben gondolom én ezt, de ez a tiszta volt, mint egy könycsepp, egyik barátjától maradt ránk, aki még Chopin halála után rövid idővel ott a lakásban gyászolva, szomorkodva ejtette ki ezeket a számomra gyönyörű szavakat. Nagyon jellemzi Chopin. A műsornál a mindig hosszas válogatás eredménye és kell egy szép gondolat, amelyre felfűzhetők az est darabjai. A mesterművek végtelen sorából szíve szerint kiválasztott és lelkesedéssel, lángolással megosztani kívánt program bizton megtalálja az utat a hallgatók szívéhez. Tücsök és bogár mondanám, de hát ugye Chopin arról volt híres, hogy a legkülönbözőbb, mondjuk így műfajokban gondolkozott, és mint romantikus szerző, ezernyi érzelmet fejez ki, akár ugyanabban a műben is. Belegondolok még egy Chopin keringőben is, hányféle csodálatos, hogy mondjam, megoldás van, és dallamok, tömkelege, olyanok, amik az emberek szívét megragadják. Tulajdonképpen az emberek azt mondják, hogy olyan mindegy, hogy melyik Chopin mű szól, csak szóljon. És azt mondanám, hogy így világszerte a zongoraművészek repertoárján döntő többségben szerepel ez a szerző. Egyszerűen azért, mert a közönség is nagyon igényli ezt a fajta tisztaságot, és ezt a fajta, hogy mondjam, a zongorának az a fajta kezelése, mint ahogy egy szerelmes ifjú néz a kedvesére, és aggat rá beceneveket. Emlékszem, amikor Katicával együtt jártunk, ugye akkor egyszerűen leírtam, hogy hány beceneve van, és 34-ig jutottam. Tehát ez a fajta végtelen világ, ami megnyílik, ha egy szerelmes szív egy másikkal találkozik. Na most Chopinnél a másik az tulajdonképpen a zongorája volt. Nem volt szerencsés igazán szerelmi kapcsolataiban, de ennek az egyik oka lehet az, hogy annyira szerette a zongorát. És esténként, amikor már a külvilág zajai elhalkultak, akkor odaült és szeretettel simogatta a zongoráját, együtt élt vele, és hozta létre, és ajándékozta nekünk a kottáiban azokat a csodálatos dallamokat, amiért mondhatnám Liszt Ferenc szavaival, hogy érdemes élni és égni. A titok abban van, amit Hegedűs Endre maga a szépség szolgálatának nevez. Szeretettel osztja meg azt a túláradó örömöt közönségével, ami nála túlcsordul. Ez azt jelenti, hogy az emberek arra vágynak, hogy boldogok legyenek. A boldogságnak a leíratát könyvtárak ugye tartalmazzák, művek ezrei és tízezrei, még senki sem tudta pontosan megmondani, mit jelent. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szeretni tudás
hogy képes legyen valaki szeretetet adni, és hogy szeretetet is kapjon. Na most a szeretetben, ha az igazi, ott nincs mellébeszélés, ott őszinteség van. És a szeretet az nagyon könnyen kap sebet is. És Chopinnél ezt is érezzük. Nagyon könnyen megsebződik az ő szíve, de ha megsebződik, akkor én szoktam hasonlítani a tenger mélyén ott heverő kagylókhoz, ugye? Hogy is van az, hogy mikor kinyitja a kagyló a héját, akkor esetleg belemegy egy homokszem. Visszacsukja, és akkor az ott elkezdi irritálni őt, és körülfonja azzal a csodálatos sejmes anyaggal, amiből lesz az igaz gyöngy. Na hát ez így van Chopinnél, hogy még a sírása is vigasztal. Még olyan embert nem láttam, aki elszomorodott volna egy Chopin műhallgatása után, pedig van bőven szomorú műve, ma este is lesz. Meg is mondom a közösségnek, tegye fel a kezét, ugye, aki elszomorodott, senki nem fog jelentkezni. Ez valahogy oldja a mi szomorúságainkat, feszültségeinket. Ez egy olyan szuverén világ. Ugye a szuverén az uralkodóknak a jelzője, aki bármit megtehet. Ugye teljesen független. Hát Chopin a maga teremtette világban ilyen szabadsággal élt, de ezt mindig szeretettel tette. Azt mondanám el, hogy az én prioritásaim, mik a legfőbb dolgok az életemben. Első az, hogy mindent ajándékba kaptam. Az életet, a szeretetet, a zenét, a családomat, a szerelmi házasságomat, mindent, az emberek szeretetét, mert körülvesz az emberek szeretete, hiszen szeretettel hallgatják a muzsikámat. Ezt a jó Istennek köszönöm. Tehát Isten az első helyen, második helyen ugye a család, és ezen belül a szerelmi házasságunk, ami szentségi, hiszen katolikusok vagyunk, magyarul a jó Isten tartja fönt, kettesben vagyunk, de hárman. Irigység, féltékenység kizárva. És akkor a harmadik, az pedig, ebben még beleférnek a gyerekek is természetesen, három gyönyörű felnőtt gyermekünk van, sőt három unokánk is van már, és akkor a harmadik helyen van a zene. Na most ez így ugye elég természetesnek hangzik. Csak hogy, hát ez hogy van? Hát egy zongoraművész az éjjel-nappal gyakorol, ugye? Nem. Nagyon sokszor az én gyakorlási vágyam, az hajótörés szenved, így mondom, mosolyogva és idézőjelben, azon, hogy a gyerekeim hívtak. Nekem nem volt soha gyakorló stúdióm. Ott állt a zongora a nagyszobában, és a gyerekek ott voltak körülöttem. És azt mondták, papa, gyere, nem tudom összerakni ezt a legóházat. Akkor én mentem. Igaz, hogy este aztán lefeküdtek, és ezért volt az, hogy én szinte egész életemben este 11-ig gyakoroltam, mert reggel, vagy este 7:30-tól már 11-ig enyém volt a terep. Chopin, ugye, ő is esténként tudott zongorázni. Napközben tanított, meg reprezentált, meg ugye írta a műveit. Na, hát szóval a legbüszkébb a házasságunkra vagyok, mert abból folyik minden. Hegedűs Endre 14 elismerésben részesült Magyarországon, melyek közül a Liszt Ferenc díj, a Magyar Köztársasági Érdemérem lovagkeresztje, a Budapestér díj és a 2014 márciusában kapott Kossuth díj a legkiemelkedőbbek. Európa számtalan városa mellett Ausztráliában adott koncertsorozatokat, Japánban eddig 83-szor, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában 27 alkalommal vett részt koncert és tanítási turnékon.